Beteg gyerekek és idősek életét teszi szebbé Bodza kutya, a spániel, a terápiás kutyus, az érintés a szeretet erejét adja át, és egy szempillantás alatt belopja magát mindenki szívébe. Vendégük Pehán Eszter, gyógypedagógus, Bodza gazdája, és természetesen itt van velünk Bodza is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Reggel. Akit Bocinak becézel? Nem, Bodza. Bodzi, ja, azt hiszem, Bocit értettem, gyere Boci, gyere Boci. Bodzi. Bodzi, ja, igen. Most csak őt oda kivel, hogy egy picit jobban látszik, hogyha tudod, csak egy úgy oda így az asztal, hogy ott pihengessen, jó? Hogy közben jó. Azért meg tudjuk őt mutatni, Bodza. Mert az asztal kitakarja. Mert hogy egy kis kendője van, felolvult a kendőjének? Nagyon, rögtön megegyezte, hogy alkalomhoz illően érkezett. Kicsit beszéljünk erről a terápiás módszerről, miben rejlik ennek a lényege, illetve kik ennek a gyakorlatilag ki ez, akihez jártok. Meg hogy vetted igen. Észre ezt? Hogy ő képes erre? Bodza most már egy idős hölgy, ő 12 éves. Nem látszik rajta egyébként. Nem, egyébként tényleg nem látszik, hála Istennek, ezért is tud még dolgozni. És 12 évvel ezelőtt, amikor én őt megkaptam, születésnapomra egyébként, akkor egyszer csak belebotlottam az interneten abban, hogy léteznek terápiás kutyák. Akkor már volt Magyarországon néhány terápiás kutya, de viszonylag kevés, és a módszer nem volt egyáltalán ismert, és én gyógypedagógus vagyok, és rögtön elkezdtem olvasgatni, hogy hogyan lehetne ezt a módszert bevezetni itthon is a munkahelyemen. Szerencsére az akkori főnököm abszolút meglátta ebben a lehetőséget, és azt mondta, hogyha egy terápiás vizsgát letesz a kutyus, akkor utána bevihetem az osztályomba, és próbáljuk ki azt, hogy milyen hatással van a gyerekekre. Én értelmileg akadályozott gyerekeket tanítok, és akkor hetedikes volt az osztályom, és bevittük Bodzát. Milyen fogadtatása után. Volt, imádták, egy kutyusnak mindig örülnek. Nagyon boldogok voltak, igen. És ugye a kamaszkor amúgy is arról szól, hogy a gyerekek szeretnek szembe helyezkedni, és meg kell élniük azt, hogy ellent mondanak, de ez egy csapásra megszűnt, ahogy Bodza is részt vett az órákon, hiszen neki nem lehet nemet mondani. Igen. És hogy vetted észre, várjál a képességét, mert most már engem az egyre jobban izgat. Nem szeretnék ilyen nagyon lilán fogalmazni, de én azt gondolom, hogy ő erre a munkára született, tehát ő abszolút alkalmas volt már egész kiskorában, de nyilván ez, hogy én ezt mondom, ez nem sokat jelent, hanem le kell tesztelni a kutyusokat, egy nagyon szigorú vizsgán kell átmenniük ahhoz, hogy őket gyerekek közé engedjük, hiszen nagyon sok olyan inger érheti őket a terápiás munka során, ami akár extrémnek is nevezhető. Például egy hangos kiabálás, egy félelemkeltő helyzet, bármikor adódhat, úgy is, hogy a gazda vagy a gyógypedagógus, aki vezeti a foglalkozást, erre nem készítheti föl a kutyát, mert számára is hirtelenül jöhet. Tehát csak nagyon-nagyon kevés idő van, és nagyon szeretném, hogyha egy konkrét esetet csak kimondanánk, hogy akit ő, vagy általa meggyógyult, vagy jobb állapotba került. Az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a terápiás kutya nem gyógyítja meg, ugyanis a fogyatékosság nem gyógyítható, az egy állapot, amit jobbá tehetünk. Ha egy esetet lehet mondani, akkor én mindig azt szoktam elmesélni, amikor egy akkor 21 éves tanítványom, szintén értelmileg akadályozott fiú, ő nagyon ellenállt, szemben állt az intézménnyel, mert 9. osztályba került hozzánk, és gyermekotthonos lett, és őt nagyon nehéz volt csoportban foglalkoztatni és tartani, és amikor megtapasztalta azt, hogy őt feltétel nélkül is tudja szeretni valaki, még akkor is, hogyha ez a valaki egy négylábú, akkor ő fogalmazta meg számomra a kutyás terápia lényegét, és ő azt mondta, ő fogalmazta így, hogy ha a tükörben nézek, akkor szörnyetegnek látom magam, és ha a kutya szemébe, akkor embernek. És azt hiszem, hogy ez a módszer. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, ez egy nagyon szép végszó volt. Köszönjük, hogy itt voltatok.